A Michelin Hungária Kft. Elsőként csatlakozott a Nemzetközi Klímafreskó programhoz. A cég 5 éven keresztül rendezte a Nyíregyházi Futófesztivált, majd ezt követően 10 évig a Bringa Fesztivált. A társaság jóvoltából a jelenlegi 10 fa felajánlását is megelőzte néhány évvel ezelőtt egy fásítás a Bújtosi Városligetben. A Michelinnek mindig is fontos volt a sport, a családok, a társadalmi életben való részvétel, viszont úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi világhelyzetben fontos a környezetvédelem felé fordulnunk. Jó példa erre az általunk elindított klímafreskó program, amelynek keretében az emberek tudatosságát próbáljuk növelni, illetve erre a témára érzékenyíteni őket. A vállalat szervezésében Együtt a jövőért címmel a klímaváltozás eredőit, annak hatásait igyekeznek egy játékos csapatmunka keretében megismertetni a gyerekekkel április 20-án a Váci Mihály Kulturális Központban. A program több részből áll, a legügyesebbek pedig díjat vihetnek haza. 3 része lesz ennek az eseménynek. Egyrészt különböző előadások, kerekasztalbeszélgetések, workshopok és játékok lesznek. Különféle közreműködők fogják megosztani velünk tapasztalataikat, illetve a szaktudásukat a fenntartható fejlődés témájában. Olyan témákat érintenek majd, mint a klímaváltozás, a vízfelhasználás, a fenntartható divat. Másrészt különböző kiállító standok lesznek, civil szervezetek és vállalatok fognak kiállítani ezzel kapcsolatos témában. 3. rész a klímafreskó. Korábban megpályáztattuk az iskolákat, egy freskót kellett készíteniük. Több mint 10 iskola vett részt ezen a pályázaton. A szakmai zsűri az 5 legjobb freskó prezentációját fogja értékelni a rendezvényen. Lesz egy kvíz is, és az első 3 legjobban válaszoló iskola díjat nyer majd. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, hogy örül a jó kapcsolatnak és a Michelin társadalmi szerepvállalásának a városban. A klímafreskó és a mostani fásítás is példája a tenni akarásnak. Most pedig a klímavédelem a fő program, és hát az idén is sok helyen lesz, ezt most fejből nem is tudom elsorolni, folytatódik a polgármesteri fásítási program. Ugye ezeknek az a lényege, hogy ilyen előnevelt több éves fákat ültetünk, aminek persze a költsége is sokkal magasabb, mint egy kis húsángoknak, de ezek nagyon nagy mértékben fennmaradnak, és hát itt a Bújtosi Városligetben, ahol látjuk, hogy milyen élet van most is egy hétköznapon, hozzák a gyerekeket iskolákból, óvodákból, és hát ugye itt már egy nagyon kiépített városligetünk van, ahol streetball pályától, játszótértől, kondiparkból, sütőhelyektől kezdve minden van. A klímafreskó egy nemzeteken átívelő kezdeményezés, melynek célja, hogy minél több ember megérthesse, mi zajlik körülöttünk a klímaváltozás tekintetében.